Nicértessék a Jézus Krisztus szeretettel köszöntök mindenkit, aki most ezen a keddi napon ült a tévé elé, hogy ma nem is egyszer, tehát, lehet, hogy reggel hallgatod, vagy a déli órákban, vagy este, a mai evangéliumot, amely máti evangéliumának a 11. fejezetéből való és érdemes úgy figyelni, hogy azzal a szándékkal hallgassuk, hogy mit mond nekünk, tehát ne információt akarj csak befogadni, hogy igen, az evangéliumban ez meg ez van, vagy Jézus ezt meg ezt mondta, hanem vedd úgy, mintha neked mondanám, mintha ott állnánk a, a talán tömegben, de Jézus időnként konkrétan ránk nézne, amikor beszél, amikor tanít. A következő szavakkal. Jézus egy alkalommal így korholta a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked korozain, jaj neked Betszajda. Ha Tírusban és Szidomban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrságba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tírusz és Szidon városának, tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. És te, kafarnaum, azt hitted, az égig emelkedsz, a pokolba fog süllyedni. Ha Szodomában történtek volna azok a történetek, amelyek nálatok történtek, azok a csodák, mind a mai napig fenná, fennállna még Szodoma. Azt mondom nektek, Szodom a földjének, tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Hát bevallom, olyan fájdalmasan érint ez még, még, engem is. Mert hogy nem csak arról van szó, hogy nem csak Kafarnaumot és nem csak Tíruszt és Szidont, illetve Korozain, Becvardát, stb. emlegeti itt Jézus, hanem a mindenkori városokat, a mindenkori embert, akihez eljut Jézus tanítása, és ugyanakkor az egyik fülén bemegy a másikon ki. Tehát egy kicsit gondolkozz te is el, aki most nézed nyugodtan a karosszékben, vagy a, ahogy szoktam elképzelni az ágyat szélén, mert legtöbbször egy-egy idős kedves testvér jut eszembe ilyenkor, aki hallgatja ezeket a tanításokat. Szóval neked akarja mondani Jézus, és ez így igaz, mindig mindenkinek komolyan kellene venni. De lám már Jézus korában, még egy kafarnaum is nem vette komolyan Jézus tanítását, pedig hát, ha ezt mondom, kafarnaum, ugye mindenkinek eszébe jut, hogy Péter apostol városa. Tehát ott nagyon sokszor megfordult Jézus. Genezáreti tópartján vagyunk lélekben, ami körülbelül tudjuk, egyharmada a Balatonnak, gyönyörű szép tó, gyönyörű a partvidéket, inbes Dombos, galileai táj, és mennyi csoda történt itt tényleg. Hányszor vehette tudomásul a Kafarnomban élő, abban a három évben, amíg Jézus itt élt közöttünk a Földön, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Mert ez a lényege minden tanításnak és minden csodának. Most gondoljunk csak arra, hogy itt Kafarnomban történt például az, hogy a tóparton sétálva kiválasztotta Jézus az első apostolokat. Pétert, testvérét, Andrásnak is mondta, te is gyere, na meg te, Jakab, meg János, és azt mondta, hogy ember halászokká teszlek titeket. Amikor most ilyen július idejében még eszünkbe van, hogy melyik egyházmegyében hány papszentelés volt, és lehet, hogy egyik másik helyen csak egy volt. Mégis azt mondom, csoda. Csoda, hogy a 21. században is Jézus azt mondja, te, te gyere, és emberhalászát esznek. És ezt a csodát 2000 év a műveli Jézus. De most gondoljunk csak arra, hogy valóban akkor ott ilyen csodának volt a kibontása, az apostolok meghívása. De kafarnomban volt, amikor az a százados megy Jézushoz, mondja neki, hogy a szolgám vagy a fiam egyik evangélista így, másik úgy írja, de szóval a lényeggel nem változtat. Szóval lényeg az, hogy beteg, gyere és gyógyítsd meg. És Jézus azonnal elindult, de azt mondja a százados, uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ezt a mondatot ismételjük el, picit átalakítva minden szentmisében, még 2000 év után is jó hallani. De mi is van e mögött? Az, hogy még csak nem is kell, hogy találkozzon Jézus a beteggel, meg tudja gyógyítani, és meg is gyógyult az a bizonyos személy, akinek a gyógyítását kérte a kafarnaumi százados. Vagy ott van az a beszéd, amit kafarnaumban, a zsinagógában mondott Jézus. Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne, és az, ha meghalt, is élni fog. Micsoda csoda, hogy erről hallhatnak. Ez jut el hozzájuk, mint egy fergeteges új hír, hogy az Isten, aki most itt van, Jézusban, az ráadásul itt marad, Köztünk az eukarisztiában magunkhoz vehetjük az Istent. Magukhoz vehetjük a jelen jelenlévő Krisztust. És hát nem folytatom, ott vannak a, a halászmestereket meglepő, fantasztikus csodák. Vessétek ki a hálót, csónak bal oldalán vagy jobb, jobb oldalán, és kezdik kihúzni, és, és nem jön a háló, nem jön a háló, mert, mert valami visszatartja. Jahan, van egy-két hal, nem egy-kettő, jaj, száz, százhúsz, azt a mindenit. Döbbenetes a vihar lecsendesítése. Jézus fekszik, ül, elalszik a csónak végén egy kis párnán. Kitör a vihar, életveszélybe kerülnek az apostolok fölébresztik. Mester, kelj föl, nem törődsz fel, hogy elveszünk. És Jézus föl kell, és talán csak a karját nyújtja a genezáretító vize fölé, csendesen És a vihar eláll. Emlékszem, amikor a genezáretító vizén a hajóval megtettük azt a kis utat minden zarándok utunkon, aminek a lényege az, hogy még motor segítségével bemegyünk a tó mélyebb területére, talán nagyjából a közepébe, és akkor kikapcsolják a motort, és csodálatos csend lesz. Még most is érzi az ember azt a hangulatot, ami akkor lehetett a csónakban, amikor Jézus lecsendesítette a vihart. És Péter talán már, bocsánat, de pislogni se tud a meglepetéstől a csodálkozástól. Nem véletlen, hogy aztán ott misézik, ahol lakik, ott törik meg a kenyeret, ahogy akkor mondták a misézést. Oda gyűlnek össze a galileai Jézust követők közössége. És ott mutat be Szent Misét Péter. Ez a Péter, aki ilyen csodákat átélt. És akkor bocsánat, de lehet, hogy eltelik egy év, Jézus még mindig ott van közöttük, tehát ez most nem a Péteri misézés után, hanem visszakanyarodunk oda, amikor művelte a csodákat Jézus. Tehát még ott van Jézus. Péter még nem felejthette el, hogy mi történt. De azok a százak, ezrek, akik például Tabgában ettek a kenyérből és a halból, amit néhány kenyérből és halból téve varázsolt oda, teremtett oda az Isten fia. Szóval ott van még Jézus, és mégis már azt tapasztalja, hogy nem hallgatnak rá. Mintha nem történt volna semmi. Tényleg jó kifejezés, amit szoktunk ilyenkor mondani, hogy mintha egyik fülükön bement, másikon kijött volna. Mindaz, amit láttak és hallottak. Hát nem csoda hogy Jézus szinte keményen, türelmetlenül merjen mondani, hogy kicsit szomorkásan teremti le őket. A régen meg kellett volna, hogy bánják a bűneiket. Ennyi csoda láttam. És ők még nem teszik, még mindig nem teszik. És ez a még mindig, hányszor mondja ki ez Jézus, még mindig nem hisztek, még mindig nem értitek. És bocsánat, de de Jézus utóda Péter, és Péter utódai a mai napig. Hányszor kell, hogy azt mondják, még mindig nem hiszitek el? Még mindig nem hiszitek el, és nem tudjátok, nem tapasztaljátok meg elégszer, hogy szeretiteket az Isten. Ha a saját családi életed eseményei eszedbe jutnak. Hát nem csoda volt az, hogy az a férfi meg a nő, az édesapád édesanyád. Valahol egyszer csak találkoztak. Hát én csak így tudok visszaemlékezni arra az 1930-ban történt találkozásra, mert akkor látták meg először édesapám és édesanyám egymást. Aztán négy évi udvarlás, kölcsönös udvarlás után kötöttek áldosságot 34-ben. Hát nem csoda! hogy két ilyen ember, akiket most már úgy mondhatjuk, hogy a jó Isten is egymásnak teremtett, de rátaláltak. Egy furcsa módon nem csoda, hogy az a gyerek, aki megszületett esetleg betegen. Ott van az én kedves, jó látás nélkül született, vakon született Szilvi barátnőm. Most már túl a negyvenen. Mennyire szomorú lehetett a szülő, hogy így látja a gyermekét megszületni, hogy vak. És most mit lát? Azt láthatja az anyukája, apukája, hogy ez a Szilvi boldog, hogy ez a Szilvi tud nevetni, hogy ez a Szilvi elégedett a maga életével. Hát nem csoda? Vagy Sajó Szentpéteren, az a Farkas Eleonora. Megszületik, és, és olyan mozgássérült, hogy hogy semmit nem tud önállóan csinálni. Évtizedek óta így él, és azt mondja, hogy a világ betegebb, mint én vagyok. Nem engem kell sajnálni, hanem a világot. Ő maga, önmaga létével meg van elégedve. Ez nem csoda. És ezt Jézus, a jó Isten műveli. És ha erre a sajó szentpéteriek, akik esetleg időnként még találkoznak is ezzel a költőnővel, Eleonórával, vagy éppenséggel a Budapesten élő Szilvivel a másik közösség, ha nem hallgat rá, ha nem veszi észre, hogy ezek csodák, akkor jaj neked, akkor jaj neked Sajó Szentpéter, jaj neked Szász jaj neked, nem tudom én, Kelenföld, jaj neked Kartal, jaj neked Tiszaföldvár, Hát jó lenne tanulni belőle, de ez az kell, hogy felfedezd, hogy csodák között élünk, hogy az életünk tele van csodával, és ezeket a jó Istennek kell tulajdonítanunk, mert tudjuk, ez nem természetes dolog, nem természetes. Rengeteg esemény van, a legszövesebben azt mondanám, na, ha be tudsz számolni ilyen csodáról, ha van hozzá bátorságod, akkor megteszed, Hívjál föl telefonon, meséld is el, hogy milyen csodát láttál, tapasztaltál meg, éltél meg az életedben. Hát, ha az is hatással van a világra, ha ezt elmondod, akárcsak nekem, aki esetleg elmesélem legközelebb a televízióban is. Hát ennyit erről a történetről, és nehogy azt kelljen hallanunk, hogy jaj nekünk. Köszönöm a figyelmet és szeretettel Integretek mindenkinek, dicséretesség a -e, Jézus Krisztus!